Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha ma velem tartanak az aszcendensben, akkor kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Megtudjuk azt is, hogy milyenek a rákjegyű emberek. Tanácsokat kapunk szépségápoláshoz, megismerkedünk a mufettával, és természetesen nem maradhat el dr. Pál István sem a babonák népszokások ismertetésével. Tartsanak velem! Csapjunk is gyorsan a közepébe, és lássuk, mit ígérnek a csillagok a következendő hetekre. De ne felejtsük el szemmel tartani, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Aztán azok figyeljenek, akik arra kíváncsiak, milyenek is a rákjegyű emberek. Kos. Vigye magával barátait, ha kikapcsolódni szeretne. Bármennyire is arra érez késztetést, hogy magányosan sétáljon, vagy valami olyasmit tegyen, ami egy személyes elfoglaltság, most inkább a társaságot válassza. Bika. Egyszerűbb mindig az első eszünkbe jutó megoldásból kiindulni, mert azt is lehet tovább alakítani. Nem a legbonyolultabb verziót kell választani, mert a végén úgy is oda jut, ami az első gondolat volt. Ikrek. Vannak élményei, amik egyre inkább arra sarkalják, hogy változtasson. Különösen igaz ez a magánéletében. Értékelje saját magát reálisabban, nem kell szégyenkeznie. Rák. Akármennyire is próbálja odázni a döntéseket, már nem lehet sokáig. Ennek megfelelően érdemesebb lenne jól át és kibeszélni a problémákat és a megoldást megcélozni. Oroszlán. Ha azt mondják most önnek, hogy menjen szabadságra, akkor is menjen, ha nem mostanra tervezte. Nagyon jó energetikájú időszak ez most, sokat profitálhat belőle. Szűz. Akár akarja, akár sem, vannak kötelezettségek, amik alól nem bújhat ki. Nem is érdemes, mert a sors úgy is úgy alakítja, hogy ne legyen más megoldás. Akkor meg egyszerűbb kihagyni a fölösleges köröket. Mérleg. Ha kétségei lettek volna, hogy mostanában érdemes munkahelyet változtatni, akkor a váratlan ajánlatok biztosan megerősítik, hogy tévedett, és ez kitűnő időszak, hogy jobb állást találjon. Skorpió. Meglepődik majd, hogy szinte elég kimondani valamelyik álmát, és már is teljesül. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen megtett érte mindent, és a hite és energiái is eléggé edzettek és erősek ehhez. Nyilas. Lehull a hályag a szeméről, és végre látja, mennyire irreális világban élt. Most már kár bosszankodnia, hiszen ön volt, aki nem akarta a valóságot látni. Bak. Új lehetőségek tűnnek fel, érdemes lenne nem a régi sérelmeken gondolkodni, hanem a jövőt nézni, és meglátni az esélyt egy nagyon gyümölcsöző együttműködésre. Vízöntő. Lehet, hogy sok olyan helyzet van, amit legszívesebben másképp oldana meg, de ahhoz el kellene mozduljon a jelenlegi álláspontjáról. Halak. Még mindig egy helyben toporog. Nem kellene mindig ugyanazt a problémát boncolgatni. Érdemesebb lenne ezt az energiát valami kreatívabb, építőbb jellegű dologba fektetni. A rákról azt gondolják, hogy hátrafelé megy, nem igaz. A rák egy nagyon is céltudatos, határozott ember. Az, hogy hátrafelé megy, az emlékeket gyűjti, az emlékeket őrzi. A múltból merít mindig, hogy történt már ilyen, mi volt akkor a hiba, mi volt a jó, hogyan csináljam. A rák határozott, irányító típus. Én azt úgy nevezem a rák tulajdonságát, hogy passzív erőszak. Egy rák bemegy egy hivatalba, valamit el akar intézni, a hivatalnok mondja, nem lehet. A rák elkezdi elmesélni, hogy lehet, az én esetem egészen más, mert hivatalnok mondja, az ön esetében sem. Igen, tudom, de a törvény mellett ott van egy másik törvény, azt se lehet. Azt én megértem, mondja a rák, de ennek ellenére, na most ez így megy, míg el nem intézi, vagy a hivatalnok ki nem ugrik az emeletről az ablakon. Üvegen keresztül, de a rák el fogja intézni, agresszió és erőszak nélkül, békével, hogy úgy mondjam, szeretettel. Szépségápolási tanácsokat fogunk most kapni Mazák Katalintól, akik rendszeresen velünk vannak, tudják, hogy nagyon jól használható házi praktikákkal lát el minket a kozmetikus mester.
Ma milyen tanácsokat fogunk adni a hölgyeknek a szépségápolás terén? Ma a szempilláról fogunk beszélni, akár a természetes pillaápolásáról, illetve milyen alternatívánk van, ha mégsem vagyunk az gondos ápolás ellenére sem elégedettek a pilláinkkal. A szempillákat ápolni kell? Igen, szükséges ápolni, ugyanis a szempilláink is az életkor előre hatottával sajnos ugyanúgy, ahogy bármilyen más szőrszálaink, akár a hajunkat, ha nézzük, egy kicsit ápolásra szorulnak, hiszen veszítenek a tápanyagtartalmukból, veszítenek az állagukból, a struktúrájukból. No, akkor lássunk hozzá, hogyan ápoljuk. Ápolásnál ugye, hogyha szempilláspirált használunk, vagy szemfestékeket használunk, az elsődleges, legfontosabb teendőnk az az, hogy minden este alaposan tisztítsuk le a festékeket a pilláinkról, és utána kondicionáljuk. Nagyon sokan ezt nem veszik komolyan, mert azt mondják, hogy ugyan már, hát most ha lemosa, ha nem a szempilláspirált, holnap is rá fogja kenni, tehát abból nagy baj nem lehet. Miért kell leszedni? Akkor meséljük el nekik. Lehet azért nagy baj. Egyrészt ugye folyamatosan rétegezve ez a rengeteg festékmennyiség összecsomósítja a pilláinkat, és hogyha esténként azért forgulódhatunk az ágyban, ezt úgy rendesen még meg is dörgöljük így forgulódás közben, vagy dörzshatásnak van kitéve az a pilla, hát ezt a sok mechanikai hatást azért nem nagyon szokta tolerálni, és elvékonyodhatnak a szálak, illetve letöredezhetnek a végei. Ezért fontos az, hogy letisztítsuk ezeket a festékeket, és utána ugyanúgy, mintha a hajunk végét, amikor ápoljuk ápolóolajokkal, kondicionálhatjuk ugyanúgy a pilláinkat is, hiszen a felépítménye a pilláinknak is ugyanolyan, mint a hajszálnak, tehát ha egész felnagyítanánk sokszoros nagyítással egy-egy pillát, akkor hasonló látványban lenne részünk, mintha egy hajszálat nagyítunk fel. Ugyanúgy ilyen rostos kutikula állomány fedi ezt a pillasort, és hogyha kiszáradt, hogyha túl sok roncsoló ártó hatásnak van kitéve, akkor ugyanúgy felrostozódik, és könnyebben fog tönkre menni, könnyebben fog letöredezni. Ezért fontos, hogy alapos tisztítást követően visszazsírozzuk, visszapótoljuk az elveszett nedvesség tartalmát, az elveszett tápanyag tartalmát. Miket használhatunk ehhez a kondicionáláshoz, vagy lehet készítményeket is venni erre? Így van. Nagyon sokféle készítmény is létezik, de van rá más alternatívánk is, hiszen a legegyszerűbb módszer a régen jól bevált ricinus olaj, amire nagyon kell figyelnünk, hogy nagyon óvatosan adagoljuk, hiszen a túl sok mennyiség szembe kerülve gyulladást okozhat, tehát éppen hogy csak a pilla végét törölgessük át vele, és ezt lefekvés előtt, ha megtesszük, akkor pont azt a mennyiségű időtartamot is fent tudja tölteni a pillán, ami szükséges számunkra, hiszen egy 4-5 órát jó, hogyha ez a ricinus olaj rajta van. És egy alvási idő, ez pont megfelel erre. Nagyon jól működhet még az E-vitamin olaj. Azt általában ilyen kis zselatin kapszulákban találhatjuk, azt kijukasztva juthatunk hozzá az olajhoz, és azzal véknyan átkenhetjük, vagy pedig bármilyen más növényi olaj jól működhet ápológyanánt. Utóbbi időszak nagy kedvence volt ezek közül az argánolaj. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha kifogytunk a ricinus meg a különös olajokból, bemegyek a spájzba, van egy kis olívaolajam, az is jó? Az is jó, amire nagyon figyelni kell, hogy a szembe ne menjen, tehát csak a pillákra adagoljuk. És akkor milyen más módszer van még, hogy szebbek legyenek a pilláink? Hát ugye ott vannak a szempillaspirálok, amiből rengetegféle fajta verzió van, itt mindenki igényének, kedvének, megfelelően tud választani a spirálok közül. Azt is, hogy még hatékonyabb és még látványosabb legyen a festékanyag a pillára felvéve, egy kis előkészítéssel fokozhatjuk a hatást.
Hogyha nagyon egyenesek a pilláink, akkor használhatunk egy kis eszközt is, ami szempilla körberítésre lett kitalálva. Tulajdonképpen egy alsó gumisorra kerül fel a pillánk, és felülről egy kis fém eszközzel szorítunk rá, amire nagyon kell figyelni, hogy ne túl erősen szorítsuk rá ezt a kis fém lapocskát a gumisorra, mert hogy azzal is megvághatjuk, elvághatjuk a pillákat, illetve nagyon fontos, hogy ezt az eszközt csak és kizárólag a szempilla festése előtt használjuk, ne utána, mert szintén azzal is ronthatunk az állagán a szempilláinknak. És ezzel megadva egy szép évet a pilláinknak, már könnyedén tudjuk felvinni rá a festéket. Hogyha valakinek természeténél fogva ritkább pillái vannak, vagy kisebbek, akkor mit tud tenni? Akkor még mindig ott van az az alternatíva, hogy válogathatunk a különféle fajtájú és formájú hosszabbító, illetve dúsító megoldások közül műszempilla formájában. A klasszikus megoldás erre a sorospilla, amit akár otthon is könnyűszerrel felvihetünk, egy kis ragasztó segítségével a smink befejező momentumaként. Ott is figyelni kell az eltávolításra, célszerű kifejezetten a ragasztóhoz kifejlesztett oldószert használni, hogy elkerüljük a szempilla sérülését. De miért kell eltávolítani, ha már oda ragasztottuk? A sorospillán erre azért, mert ez kifejezetten alkalmakra lett kitalálva, tehát ez nem folyamatos viselésre van kitalálva. Hogyha folyamatos viselés mellett döntünk, ott már válogathatunk akár az A3D-s, a tincses pillák közül, vagy pedig a 3D-s pilla, illetve a többdés pillák közül. És akkor ezt is fel tudjuk magunknak rakni otthon? A tincses pillákat, illetve az A3D-s pillákat ügyesebbek fel tudják rakni, de a 3D-s, illetve a sokd-s megoldásoknál már szakember segítsége szükséges. És akkor, ha le akarjuk szedni, akkor is szakemberhez kell fordulni? Oldószereik vannak mindegyiknek. Hát ahol szakember felrak, tehát nyilván gondolom szolgáltatáshoz tartozik, hogy le is oldja azt, hiszen ha a ragasztós pillát kezdjük el tépkedni, azzal árthatunk, tehát szintén nagyon megviseli. Hogyha ragasztott pillák mellett döntünk, arra viszont nagyon fontos odafigyelni, hogy az élettartamát bizonyos anyagok rövidíthetik, tehát célszerű előtte felvilágosítást kérni a szakemberektől, hogy mire ügyeljünk gondosan, hogy minél tovább meg tudjuk tartani eredeti formájában a felépített pilláinkat. Aki hallotta már a mofetta szót, az bizonyára tudja, hogy az érszűkületi problémákra nagyon jól használható módszer. Hát aki nem, az most meg fog vele ismerkedni, hiszen kiválóan karban tudja tartani az ereinket a végtagjainkban. Mi ez a mofetta? A mofetta tulajdonképpen egy geológiai meghatározás. A geológusok mofettának nevezik azt a széndioxidot tartalmazó vulkáni kigőzölést, ami a földből ered. És tulajdonképpen így fejti ki a gyógyító hatását. Ez az, amit Erdélyben, ott Borszék környékén természetes módon találunk. Igen, igen. Sőt, az olvasmányai alapján eljutottam odáig, hogy már a régi ókori római birodalomban is hasznosították az emberi szervezet gyógyítására a széndioxid kigőzölést, tehát nem új keletű dolog ez, hogy a természet adta kincseket kiaknázzuk gyógyulásunk érdekében. És akkor hogyan kerül ez bele egy kabinba? Hogy van ez az egész? Hogy működik? Igen. Volt egy paciens, egy beteg, aki nagyon sokat járt Erdélybe, belefáradt az utazásba, belefáradt az utazás adta a költségekbe, és ő úgy gondolta, hogy ezt a széndioxidot próbálja hasznosítani úgy, hogy egy kabinba beépíti. És tulajdonképpen a tiszta 100%-os széndioxid palac, gáz is alkalmas az emberi szervezet gyógyítására. Ezért ő megszerkesztette ezt a kabint, és fizikai közérzetet javító eszközként hitelesítette, és lehet alkalmazni ugyanúgy, mint a természet adta lehetőségek. Igen, és természetesen a hivatalos gyógyászatban is ennek ugye megvan a maga helye. Milyen betegségekre jó?
Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy az emberi szervezet sejtszinten hogyan működik, és mindennek összefüggése van. Tehát, hogyha magas vérnyomásunk van, és ez a probléma kísér az életünket, akkor előbb-utóbb esetleg érszükületi probléma is felmerülhet, illetve kísérő betegségként a csontritkulás is felmerülhet. Ezért a szén-dioxid gyógygáz nagyon sok betegségre alkalmas. Tehát, mint említettem, érszükületre, szívproblémákra, keringési problémákra, csontritkulásra, cukorbetegség, bőrproblémáknál nagyon tud segíteni. Miért is? Azért, mert tulajdonképpen a szén-dioxid gáz a szervezetbe bejutva felgyorsítja az anyagcserét. És az anyagcsere felgyorsulásával értágító hatást fejt ki, és ezáltal méregtelenítő funkciót is ellát. Akkor itt megemlíteném, hogy a méregtelenítés által az anyagcsere felgyorsulásával a felesleges salanyagot kitisztítja a szén-dioxid. Szén-dioxid, hogyha az ember ezt hallja, akkor azért el szokott bizonytalanodni, hogy most ez melyik is ez, ami jó vagy nem jó. Nyilván ez, ami például az ásványvízbe és a szénsavas üdítőkbe is belekerül, de ha ezt belélegezzük, tehát légúti problémákkal szabad-e jönni ilyen kezelésre? Nem szabad, és nagyon jó a kérdés, hiszen ez a kabin úgy van megszerkesztve, hogy a szén-dioxid gáz derékig tud csak eljutni a páciens szervezetébe, mert hogy egy mágnes ajtóval le van zárva. És a gyertya, lángja fogja mutatni, hogy meddig telítődött a kabin. Mivel a szén-dioxid gáz nehezebb a levegőtől, ezért nem engedi, hogy eloltjuk, amikor elzárjuk a palackot, amikor telítődik a kabin derékszintig, és nem jut be a tüdőnkbe. Így van, a tüdőben nem szabad belélegezni, ezért egy kicsit fegyelmezetten kell ülni a kabinba, nem szabad kalimpálni, nem szabad lehajolni, mert megszédülhetünk. Mennyi ideig tart egy ilyen kezelés? A kezelés időtartama 30 perc. És akkor, ha jól hallottam, csak ott üldögélni kell? Igen, ott kell üldögélni, hát azért kúraszerűen alkalmazzuk ezt a terápiát, ami azt jelenti, hogy legalább 10 alkalommal el kellene jönni, illetve évente meg lehet ismételni, mert soha nem úgy kell felfogni ezeket a kisegítő terápiás eszközöket, hogy megoldja a problémánkat, hanem rásegít arra, hogy a gyógyulási folyamataink jobban kiterjedjenek, tehát ugyanúgy orvoshoz el kell menni, kezeltetni kell magunkat, mofettázni, a szén-dioxiddal kitakarítjuk a szervezetet, illetve ne felejtsük el az egészséges életmódot is. Tulajdonképpen, hogyha valaki eljön egy ilyen kezelésre, mikor mondod, hogy 10 alkalom kell, de hát nyilván már az első 1-2-3-4 után is problémától függen valamit fogunk tapasztalni. Mi lesz az első, amire figyelhetünk? Megemlíteném a járástávolság megnövekedését, és nagyon sok olyan pozitív tapasztalásom van, és nagyon boldog vagyok, amikor látom, hogy bicegve jön be a paciens első 2-3-4 alkalommal. Körülbelül azért az 5 alkalom, amikor már látványosan lehet tapasztalni a gyógyító hatását, és például a Pista bácsi, a 80 éves, aki csoszogva jött be, és a 6. alkalomnál már elég fürge volt. Sőt, mondta, hogy Ágikám, olyan boldog vagyok, mert már a kiskertbe be tudtam menni és lemetszeni a fát. Tehát látványosan a javulás kell az a 10 alkalom, de 6-7-nél már alakul. És tulajdonképpen ez egy ilyen kis relaxálás is, mert hiszen nem tud mit csinálni, ott üldögél, gondolom nem engeded meg, hogy a mobiltelefont nyomkodják a fiatalabbak, és mit tud csinálni ez alatt, a fél óra alatt? Igen, tehát ülünk a kabinba, és egyértelmű, hogy én ott vagyok a paciens mellett, és figyelem az állapotát, tehát alapvető dolog, hogy a vérnyomása rendben legyen. A másik dolog, hogy én életvezetési tanácsadó is vagyok, és nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, nagyon szeretem figyelemmel kísérni a lelki életüket, és mindig felvetek olyan témát, ami esetleg megfoghatja őket, tehát én beszélgetek az emberekkel. És ez a fél óra úgy elrepül, hogy észre se vesszük, sőt, nekem kimondottan kihívás az, hogy 1-2-3 alkalommal szótlanul ülnek az emberek, és csak én kommunikálok, és megnyílnak. 4.-5. alkalom után már ő is beszél, és amikor el kell búcsúzni a 10. alkalommal, akkor szinte barátként távozunk el egymástól, mert olyan dolgokat beszélünk át, amit esetleg a családtagjaival nem szívesen oszt meg.
Tehát akkor ez egyfajta testi és lelki terápia is. Igen. Nagyon jól mondod, mert a hármas egység test, szellem, lélek harmóniája kíséri végig az életünket. És meg vagyok róla győződve, hogy ha a fizikai testünket ápoljuk csak, és táplálékot veszünk magunkhoz, viszont nem ápoljuk a lelkünket, akkor nincs meg az egység, nincs meg a harmónia. Nagyon fontos az, hogy a belső békénket megteremtsük, és ezáltal a sejteink fogják venni az adást, és akkor gyógyítani fognak minket. Ahogy dr. Pál Istvántól megtudtuk, ez az időszak nem éppen a babonákkal bővelkedő időszak, de akkor is vannak népszokások és hagyományok, amikre érdemes figyelnünk, legalább a tudatunkban tartani, hogy majd elmesélhessük gyerekeinknek is. Július van, újabb babonák népszokások következnek. Hát elérkeztünk júliushoz, itt van hál' Istennek a meleg nyár. Ilyenkor az embereknek már nem nagyon van idejük arra, hogy a népszokásokkal törődjenek, hiszen dolgozni kell, vége van lassan a medárdnak, ha esett az eső medárdkor, akkor a medárdi 40 napos esőnek. Itt mindenkinek aratnia kell, hiszen az aratással begyűjtjük azokat a gabonaszemeket, amiből a jövő évi jólétünk, vagy ez évi jólétünk is megalapozódik. Tehát mindenképpen azzal kell törődnünk, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban fedett helyre kerüljön a szem, az élet. Nem is véletlenül nevezik életnek a gabonát, mert ettől függött az embereknek a jóléte. Érdekes, hogy nem csak Nyíregyházán, hanem az egész Szabolcs megyében, vagy az egész Alföldön nagyon sok függött attól, hogy mielőtt beáll az esős évszak, learassák a termést. Ilyenkor jöttek a tót, meg a ruszin aratók Nyíregyházára is, meg a nagyobb városoknak, a hajdúvárosoknak is a piac terére. Szabályosan árulták a munkaerejüket, akkor jöttek a gazdák, kiválasztották azokat az embereket, akik is annyit, amennyi szükség volt az ő gabonatermésük learatásához. A parasztember pedig a saját háztartásában ugyanezen a módon mozgósította az egész családját, különösen a feleségét, aki mögötte, a parasztember mögött ment, aki vágta kaszával a gabonát, ő kötötte kévébe. Ehhez, mivel ünnep volt az aratás, ünnepnek tartották, fehér ruhát vettek föl, a gazda is fehér gatyába, fehér felső ingbe, de vastag lenvászon vagy kendervászonból készült ingbe öltözött, hiszen a gabona szúrt. Az asszonynál is, aki mögötte kévét kötött, szintén fehér blúz dukált, de kézvédőt, lábvédőt is vett föl magára, hogy meg ne sértse a gabona szál a lábát, vagy a kezét, vagy az arcát is, azért, hogy nehogy véletlenül valami betegséget, fertőzést elkaphasson. Sarlós Boldogasszony napja az június 2-a, ami tulajdonképpen az aratásnak a beindulásának az időszaka, de érdekes, hogy megint ez a dologtiltó nap, amit már az előző hónapban említettem, hogy Péter Pálkor elkezdik az aratást, de csak jelképesen, hiszen az is dologtiltó nap volt, tehát június 2-a Sarlós Boldogasszony napja egyébként dologtiltó nap, nem szabad kenyeret sem sütni a háziasszonynak, de azért is érdekes, mert ilyen név analógiaként sarlóval kell az asszonynak néhány kévét levágnia, és a férje megy utána, aki a kévét köti, azért, hogy az állatok meg ne betegedjenek. Tehát ez nagyon érdekes, hogy hogyan próbálták, annak idején próbáltak utalni a Sarlós Boldogasszony nevére, magával a cselekedettel is. Nagyon kevés olyan babona vagy népszokás van július-augusztusban, amely említésre érdemes lenne, hiszen ekkor az emberek nem értek rá ünnepelni, nem értek rá különös népszokásokkal foglalkozni, hiszen minden erejüket lekötötte a gabona aratásának és a betakarításának a munkája. De azért meg kell említenünk még a hónap vége felé július 20-án az Illés napját, hiszen Illés napja Anna nappal együtt jelentős időjárás változásokat hozott, akármennyire is kánikula van júliusban. Ilyenkorra általában viharok szoktak kitörni, jégesők szokták tizedelni a
termést, és ezzel megpróbáltak védekezni az emberek. Azt tartották, hogy Illés Anna Jakab olyan három nap, amikor mindenképpen kár éri a termést, és ha dörgött az ég, akkor úgy tartották, hogy jön Illés a tüzes szekerén. Ez pedig mindenképpen utalt arra a bibliai cselekedetre, hogy Illés tüzes szekérrel ment föl az égbe. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra és élvezzék a nyarat. A viszontlátásra!